Érvénytelenítette a Bákó megyei törvényszék az Úzvölgyi katonatemetőben felállított betonkeresztek és az ortodox emlékmű építési engedélyét, ami elvben azt jelenti, hogy ezeket le kellene bontani. Korábban jogerősen azt is kimondta a bíróság, hogy a kereszteket kihelyező Dormánfalva önkormányzata jogtalanul vette birtokba a sírkertet. Erre az ítéletre alapozva kérte Csíkszentmárton önkormányzata és a Bákó megyei prefektus az építkezési engedély semmissé nyilvánítását, ami most meg is történt. Az ítélet egyelőre elsőfokú, Dormánfalvának lehetősége van fellebbezni. Ha ezt megteszi, ami borítékolható, akkor a keresztek egyelőre a helyükön maradnak.